A Szépművészeti Múzeumban vagyunk, abban a múzeumban, ahol két kiállítást is csináltál, Gyuri. Először 1987-ben, majd 20 év múlva, 2007-ben. Az első kiállításnak én voltam a kurátora, és most, amikor Bodor Katával újra együtt dolgoztatok, szóba került köztem és Kalicai Júli között, hogy hány éves is vagy te. És én azt mondtam a Julinak, hogy hát persze, hát pont annyi, mint én vagyok. Vagyis 56 múltál. És a Juli harsánnyal felnevetett, és azt mondta, hogy nem. 70. Nekem nem pergett le 20 év, vagy 23. Pont ugyanolyan vagy, mint amikor megismertelek. Vagyis az a friss, pofátlan, krakéler, de rendkívül őszinte pasas, aki mindenkivel el tudja hitetni, hogy ha nem kapcsolódik a ti munkátokhoz, akkor erkölcsileg megkérdeleződik az ő léte a mi szcénánkban, a művészeti életben, a művészettörténetben. Annak, amit te jelentesz, egy tárgyi vetülete is van. A 87-es bélyegképek kiállítás alkalmával a múzeum homlokzata elé felállítottál egy belül kivágott bélyegszélet. Ebbe a bélyegszélbe aztán pózoltak a művészek, jópofábbnál jópofább képek készültek, de én azt gondolom, hogy ez a bélyegszél beszélt rólad, beszélt a barátságunkról, beszélt az akkori kiállításról, és beszélt a Szépművészeti Múzeumról is, arról a múzeumról, amelybe a képet azóta is bele akarjuk ragasztani. Ez az üres bélyegszél továbbra is létezik, rajtunk múlik, hogy végül milyen forma, milyen kép kerül bele. Kérdezhetnék? Csak nézegettem az interneten ma, és találtam egy olyat, hogy Indigo 1983. Már akkor a Galántai Györggyel ismerték egymást. Esetleg ez volt nem, az a... Nem volt ő. Ő is rajta van a fotón, és... Hát igen, de nem. De akkor, akkor nem. Nem, uh-huh. Nem. Ő két évig, hát biztos ismeri az igen. Amikor könyvét, két évig itt dolgoztak, amikor az Erdélytől elvették a lehetőséget, hogy, hogy mozaikokat rakjon ki, akkor gyakorlatilag nem volt már semmilyen forrás, és akkor én eljöttem a Garas Klára, akkori főigazgatónőnél, hogy itt folytassa az Indigo rendezvényeket, mert már minden ünnel kikoptatták őket. És akkor két éven keresztül péntekenként idejöttek a Miklós és az Indigósok, rajzoltak. Következő héten egy sötét teremben egy diavetítővel megvilágítottuk a rajzokat, és mindenki interpretálta a saját művét, és hozzá lehetett szólni. Még két év múltán egy kiállítást csináltunk az akkori sarok terembe, ami most a főigazgatói iroda, abban a formában, hogy nem csak a falakra kerültek fel műanyag fröccsentett, de klasszikus formavilágú keretekbe az indikós rajzok, hanem a padló le volt borítva üveggel, és az alá is beraktuk a rajzokat, és ha fotókat láttál, amin a Galántai Gyuri meg a Kalicai Júli meg a Klanicai Gábor rajta vannak, Fajer Gábor, az én fotóim ezek, ez ennek a kiállításnak a megnyitója. Tehát a Gyuri nem járt el az jó, interpretációs igazából én innen csak azt következtettem, hogy esetleg már ott ismertétek egymást, 83-ban, vagy inkább később jött ez a találkozás, tehát biztos, csak 87-ben. Nem, biztos, hogy ismertük egymást. Aha. Egész. Én a Gábor felettem járt történelem, szóval így a Julit ismertem, és
87-ben volt a kiállítás, de legalább 2 évig jártam a Frankelleóba, hogy egyáltalán feldolgozzuk az anyagot. Úgyhogy tehát mikor ismertem meg, azt én nem tudom. Csak azt tudom, hogy mind a ketten ikrek, és én is iker vagyok. Úgyhogy az első perctől kezdve egy nagyon mély szimpátia, barátság volt, ami hát most már mondjuk azt, hogy már 83-ban ismertem, tehát lassan 30 éve ismerem őket, és soha egy diszonáns hang nem volt. Ez egy olyan egyértelmű barátság. Bár többet tehetnék értük.